Koronavírus. Szigorítás jön a határátlépésnél. Az oktatás tantermi keretek között kezdődik. Biztonság. 9 nagy forgalmú jelzőlámpa nélküli gyalogátkelő helyet korszerűsítenek. Segítség. 50 rászoruló család kapott tanszereket a református szeretett szolgálattól. Köszöntöm Önöket! Ez a Debrecen Televízió híradója, a napszemle. Augusztus 28-a péntek van. Már is jövünk a legfrissebb helyi hírekkel. Újra szigorítja a kormány a határátlépést a koronavírus miatt. Szeptembertől külföldi állampolgár Magyarország területére nem léphet be, a magyarok pedig hazatérésük után házi karanténba kerülnek. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter a mai kormányinfón azt is elmondta, hogy az oktatás a hagyományos tantermi keretek között kezdődik. A nyár közepétől fokozatosan szigorította a határátlépést a magyar kormány. Az Ártándi átkelőnél július elején még nagy volt a forgalom, az elmúlt hetekben azonban Európa nagy részén jelentősen nő az új fertőzések száma. Gulyás Gergely úgy fogalmazott, megjelent a koronavírus járvány második hulláma. Romániában például egy nap alatt 1500 új esetet regisztráltak, ezért a magyar kormány újra lezárta a határokat. A határvédelmi szabályok tekintetében visszatérünk az első hullám idején alkalmazott szabályokhoz. Főszabály szerint szeptember 1-től külföldi állampolgár Magyarország területére nem léphet be. Indokolt esetben az országos rendőrfőkapitány tehet kivételt, illetve enyhébb szabályok vonatkoznak a diplomáciai úton érkezőkre, a sportolókra és a tranzitforgalomra is. A magyar állampolgároknak hazatérésük után azonnal házi karanténba kell vonulniuk, ahol kötelesek 14 napig vagy 2 negatív teszt bemutatásáig maradni. A miniszter szerint Magyarországon belül további szigorítás nem indokolt. Hogyha zárjuk a határokat, már pedig szeptember 1-től ez fog bekövetkezni, akkor ha az itthoni létező szabályokat betartjuk, ebből a maszkviselésre, távolságtartásra és kézmosásra vonatkozó most is hatályban lévő szabályokat szeretném kiemelni, akkor kordában tartható a vírus. Így az oktatásban sem lesz szigorítás. A tanévet a tavaszi digitális oktatás után újra az iskolapadokban kezdik a tanulók. A tanévnyitó ünnepségek megtartását nem javasolja, de nem is tiltja a kormány. 9 nagyforgalmú jelzőlámpa nélküli gyalogátkelő helyet tesznek biztonságosabbá a tanévkezdésig Debrecenben. Balázs Ákos alpolgármester ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy ebben az időszakban még inkább figyelni kell egymásra a közlekedés során, és különösen igaz ez a gyalogosokra. A Szabó Kálmán utcai gyalogátkelő helynél dolgoztak ma délelőtt a munkások. A hagyományos fehér csíkozást megerősítették, és figyelemfelhívó, piros felfestéssel látták el. Így jobban láthatóvá válik a zebra, amit a várakozások szerint óvatosabban közelítenek majd meg az autósok. Debrecenben 9 nagyforgalmú jelzőlámpa nélküli zebrát tesznek biztonságosabbá. A munkával a tervek szerint napokon belül mindenütt végeznek. Iskolák környéki átkelőket korszerűsítenek, de például a Dobozi kispiacnál lévő zebra is új festést kap. Balázs Ákos alpolgármester arra hívta fel a figyelmet, hogy iskolakezdéskor megnövekszik a forgalom a városban, és gyakrabban alakul ki balesetveszélyes helyzet, ami feszültséget okozhat. Arra kérünk minden közlekedőt, akár gyalogos, akár kerékpáros, akár autós, hogy ebben az időszakban, még egyszer mondom, különösen feszült mindenki a vírushelyzet miatt, fokozottan figyeljünk oda a másikra, legyünk toleránsabbak, engedékenyebbek, és próbáljuk a közlekedés biztonságát így fenntartani. Balázs Ákos azt is bejelentette, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a rendőrök és a polgárőrök megerősített létszámmal teljesítenek szolgálatot szeptemberben az iskolák környékén. Szeptember 15-éig kell befizetni a második félévi helyi adót. Az önkormányzat már elkezdte kiküldeni az értesítőket. A vállalkozók az ügyfélkapun, a cégek pedig a cégkapun keresztül kapják meg az egyenlegértesítőket. Ezekben az összegen túl a befizetés lehetséges módjai is szerepelnek. A tudnivalókról az Újvárosháza ügyfélszolgálatán is lehet érdeklődni. Csekket csak a magánszemélyek kapnak. A vállalkozók és cégek számára az önkormányzat az EFL rendszert ajánlja, ahol internetes bankkártyás tranzakcióként egyenlíthetik ki tartozásukat. A második félévi fizetési kötelezettségeket a jövő hónap közepéig lehet késedelmi pótlékmentesen megfizetni.
Írószerek, toltartók, füzetek. A tanévkezdéshez szükséges felszerelések voltak azokban az iskolatáskákban, amik ma 50 rászoruló családhoz jutottak el. Az adományok a Magyar Református Szeretetszolgálattól származtak. Közös énekléssel és áhítattal kezdődött az adományosztás a Magyar Református Szeretetszolgálat Leány utcai irodájának udvarán. Csékiné Balogh Csilla családja számára nagy segítség ez az adomány. Munkanélküli a férjem. Én jó magam is munkanélkül vagyunk, és ez nagyon nagy segítség. Ezt mindössze nem tudtuk volna a boltba megvásárolni, mert nincs annyi jövedelmünk. Úgyhogy ez nekünk óriási segítség. Örülünk neki nagyon. Hála jó Istennek, hogy kaptuk. Minden évben kapunk a szeretett szolgálattól. Hát, ha ide fordulunk, mindig kapunk segítséget. Az elmúlt időszakban gyűjtötte össze azokat a tanszereket a szeretett szolgálat, amikkel 50 család számára könnyítették meg a tanévkezdést. Az iskolatáskában többféle tanszer található, vannak benne füzetek, úgy válogattuk össze a füzeteket, hogy osztályok szerint, életkor szerint, mert tudjuk azt, hogy különböző osztályba járó gyerekeknek különböző füzetekre van szüksége, és vannak benne toltartók, írószerek, vonalzó, körző, minden, ami szükséges, úgy gondolom, az iskola kezdéshez. A Református Szeretett Szolgálat 500 gyermeknek szeretne segíteni tanszerekkel. Ehhez az akcióhoz még most is várják az adományokat. Egy úgynevezett betegrögzítő monitort kapott ma a leukémiás gyermekekért alapítvány. A berendezés árát egy adománygyűjtésen sikerült összeszedni. Az eszköz nagy segítség a gyermekhematológiai és onkológiai tanszék számára. Ezzel az úgynevezett betegrögzítő monitorral a keringést és a légzést lehet vizsgálni. Örvendi Szintia tavaly decemberben szervezett adománygyűjtésének köszönhetően tudta megvásárolni ezt az 500 000 forint értékű készüléket a leukémiás gyermekekért alapítvány. Szintia évek óta segíti az alapítvány munkáját. Azt gondolom, hogy a gyerekekre oda kell figyelnünk is, ugye utánpótlás, tehát a gyermekeknek az egészsége a világon a legfontosabb. És én szeretném erre felhívni a környezetemnek is a figyelmét, hogy segítsük és támogassuk a gyermekeket. A monitor nagy segítség az osztály számára. Egyes esetekben akár életmentő is lehet. Figyeli többek között a beteg keringését, légzését és baj esetén jelez, így megelőzhetőek a komolyabb, illetve a maradandó következmények. Itt ezen az osztályon nem kezelünk egyszerre sok beteget, 14 ágyunk van, de ez a 14 ágy rendszeresen teli van, és ezen kizárólag nagyon súlyos alapbetegségben szenvedő gyerekek fekszenek. Úgyhogy a nagyon gondos és pontos monitorozás az nagyon fontos nálunk. Ezzel együtt már 7 monitor van az osztályon, de további 3-at szeretnének még beszerezni. Mozgásban az erő. Ezzel a címmel szerveztek ma rendhagyó programot Hajdúnánáson. A cél az volt, hogy segítsék a megváltozott munkaképességűek integrálódását és szabadidős lehetőséget biztosítsanak számukra. Célba lövés, szkonder és sakk. Jól megfértek egymás mellett a hajdúnánási szabadidős programon. A rendezvény célja a mozgás népszerűsítése mellett a megváltozott munkaképességűekkel és a hátrányos helyzetűekkel kapcsolatos érzékenyítés volt. Szabó Istvánné a kitartását tette próbára. Neki tetszett a program. Ez olyan, hogy ki mit mer bevállalni, egy jó kihívás, félbe lehet hagyni, nem kötelező. Azért, hogy a korral már haladunk előre, de azért még ilyenek jókat is lehet csinálni. Van ilyen lehetőség, itt mindenki szabad, mindenki stresszmentes, boldog. A Mozgásban az erő című rendezvényt egy pályázat részeként valósították meg. A rendező cégcsoport döntő többségében megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztat. Az országban csak nem 10 000, a térségben pedig 2500 főt. A program elsősorban nekik szól. Kikerüljenek a saját közegükből, és aktívan tudjanak pihenni, sportolással töltsék a napot. A másik része természetesen pedig a figyelemfelhívás, hiszen minden alkalmat megragadunk arra, hogy bebizonyítsuk és bemutassuk, hogy a megváltozott munkaképes munkavállalók a gazdaság aktív részét képezik. Nagyné Legény Ildikó
Hajdúnánás alpolgármestere kiemelte, a város mindent megtesz az egészségre nevelés érdekében, és ez a rendezvény is ezt segíti elő. Ha a nevelést akarjuk elkezdeni, vagy az egészséges életmód és sportkultúra közvetítését, akkor az gyerekkorba el kell kezdenünk, és ebben nem csak az önkormányzatnak, de a lakosságnak is nagy szerepe van, és ebből a legfontosabb nem utólag kell gondolkozni, hanem prevencióra kell törekednünk, tehát a megelőzésre, és ezt próbáljuk átadni a lakosságnak. A program részeként a Közép-Dunántúli és a Tiszántúli régióban 3 év alatt 21 ilyen rendezvényt szerveznek. Rangadóvár a listavezető DVSC-re, szombaton a labdarúgó NB2-ben. A Loki az első osztályba jutást célul kitűző Vasas otthonába látogat. A fővárosi klub az eddigi szereplés miatt tegnap menesztette Bene Ferenc vezetőedzőt. Ferenc János jó teljesítménye és gólja is kellett ahhoz, hogy a DVSC le tudja győzni a Szegedet szerdán. A 3-0-ás sikernek köszönhetően a Loki ismét a tabella élére került az NB2-ben. Muszáj volt kijavítanunk ugye a gyirmúti botlást, úgyhogy emiatt visszajött úgymond az önbizalmunk. Mindenképpen jót tett a lelkeknek ez a győzelem. Érezzük, hogy a közönség mellettünk van, úgyhogy úgy fogunk menni a Vasashoz, hogy mindenképpen győzni szeretnénk. A Vasas nem kezdte jól a szezont. 2 győzelemmel, 3 döntetlennel és 1 vereséggel jelenleg a 10. helyen állnak a bajnokságban. A gyenge teljesítmény miatt csütörtökön a vezetőedzőt, Bene Ferencet menesztette a klub, helyét a másodedző Tóth András vette át. A Loki szakvezetője arra számít, hogy ettől függetlenül nem változik a Vasas játéka. Ők tudják, hogy mit akarnak, vagy hogyan akarnak változtatni. Nekünk magunkkal kell foglalkozni, magunk játékával. Természetesen azért készültünk a Vasas korábbi mérkőzéseiből. Ugye én is azért a Győrrel játszottam ellenük tavasszal. Szerintem valami hasonlót fognak ők majd játszani. A Vasas DVSC mérkőzés szombaton este 17:00-kor kezdődik az Ilovszky Rudolf stadionban. Egy korábbi első osztályú csapat lesz az ellenfele a másik debreceni gárdának is az NB2-ben. A Deaca Győrt fogadja vasárnap délután a Nagyerdei stadionban. Az egyetemi klub második győzelmére készül. Gyorspasszos játék és technikai feladatok is szerepeltek a Deac edzés programjában ma délelőtt. Az együttes hétközben 1-0-ra kikapott a Szolnok otthonában. Ez 6 forduló alatt a 4. egygólos vereségük volt. Ezekből a mérkőzésekből sokkal többet kell kihozni. Ha nem is nyerjük meg, de legalább ne kapjunk ki. Úgyhogy, de hát ez még mindig ugye a rutin, talanság számlájára írható, de azt gondolom, hogy meccsről meccsre ebbe jövünk bele, és bízom benne, hogy azért ezek a hibák elkerülnek majd. A debreceniek vasárnap a Győr ellen javíthatnak. A Deac múlt héten megszerezte első győzelmét a másodosztályban. A Rába partiak ellen is 3 pontot szeretnének szerezni. Sigérákó szerint nem csak fizikálisan, fejben is felül kell kerekedniük az ellenfelükön. Nem vagyunk minden pillanatában ott a meccsnek fejben, és ezt nem engedhetjük meg magunknak, főleg, hogy ilyen nehéz helyzetben is vagyunk. Nem az a csapat vagyunk, aki elbír akár egy hibapontot is, szóval mindenkinek minden másodpercben oda kell figyelni, és akkor nem lesz probléma. A Deac Győr találkozót vasárnap délután 17:30-tól rendezik a Nagyerdei stadionban. Eddig tartott ma a napszemle. Riportjainkat keressék a dehír.hu hírportálon, illetve a Médiacentrum Debrecen mobiltelefonos alkalmazásán. Híradóval legközelebb vasárnap este jelentkezünk. Viszontlátásra!